Jó estét, sziasztok! Kollégám Bencsik Tamás, és én Magyar János, a Vikáris Lukács építési stúdió képviseletében. Arról fogunk most mesélni, hogy a mely gondolatok mentén született meg az IBS diákok új háza a Graphisoft Parkban. Mint már szó volt róla, ugye a helyszín a Graphisoft Park, amit talán jól ismertek, ugye ez a nagybetű szigettel szemben fekvő terület, ahol gázgyári ipartelep, amit jól jellemeznek kisléptékű téglaépületei, ligetes elrendezése és Dunaparti fekvése. A feladat összetett volt, egy olyan házra kaptunk felkérést, ami több funkciót integrál. Egyrészt egy inkubátorházat, ahova a Graphisoft Park szeretné elcsábítani a feltörekvő új startupokat. Másrészt egy diákszálló. A tervezés kiindulásaként sorra vettük a használóknak a főbb tevékenységeit. Mit is csinál egy kollégista egész nap? Jó esetben tanul, de az általában azért eszik, iszik, bulizik, néha főz, mos, esetleg takarít. Az inkubátorházban ugye jellemzően kezdővállalkozások és startupok kapnak helyet. Ugye itt az emberek általában csak egy asztalt vagy esetleg kisebb irodarészt bérelnek egyénileg. Minden egyéb kapcsolódó irodai teret, úgy mint a fénymásolót, a teakonyhát vagy az étkezőt, az pedig a többi bérlővel együtt közösen használják. Ez alapján megalapítottuk, hogy egy viszonylag egyszerű séma alapján a két funkció, a diákszálló és az inkubátorház összefűzhető, melyben egy közösségi tengelyre az egyéni tevékenységeknek a terei fölfűzve jöhetnek létre. A parknak a klasszikus köre mostanra bezárult. Ez az új ház az első eleme a délre bővülő területnek. Erős kapcsolatot kellett tartani a régi részekkel. Egyrészről a diákok a parkon keresztül jutnak el az egyetemre, másrészről az inkubátorháznak is a parkból kellett nyílnia. Ezt a terebélyes funkciót egy parkra jellemző léptékű épületben kellett megfogalmazni. Így módon az épület kisebb tömegekre bomlott szét, így tagoltabb arcot mutat mind a Jégtörő utca felé, mind a park felé. A beruházás első ütemében a diákszálló valósult meg. Ugye ennek a három megmaradt tömbét az itt felvázolt külső kontúra vezetett vonal fogja össze. Ugye a három tömb meccésében kaptak helyet a közösségi terek, és ebből indulnak a szobákat magukba foglaló egységek. Ugye a házat használó diákok igazából a világ minden részéről érkeznek. Az IBS-re és az Afinkumi intézetbe több mint 80 országból érkeznek diákok, ugye különböző kulturális és háttérreli szokásokkal, és ugye nekünk feltett szándékunk volt egy tető alá hozni őket. A jómódú külföldi diákok nagy elvárásokkal és igényekkel érkeznek hozzánk. Ezt kellett összeegyeztetni a jó magyar valósággal. Mostanában a legnagyobb feladat megtalálni a finom egyensúlyt az olcsó és a színvonalas között. A szobákban egyedi bútorokat terveztük, egy vonalra fűztük föl az ágy, kanapé, asztal, tévé asztal bútorokat. Ezek fix telepítésűek, a megrendelő igénye szerint vandálbiztos felülettel rendelkeznek. A szobák jellemzően egy fősek, de ez a sarki szoba, sarki ágykanapé ilyen kisebb összejövetelekre is. Illetve a szobák másik fontos jellemzője a teljes szélességű panorámaablak, ami a szobáknak ezzel a súlyeztett parapettel egy viszonylag nagy térérzetet ad. Illetve ugye az intimitást később a külső belső árnyékolókkal lehet megteremteni. Ugye a ház központi eleme a társalgó, ide futnak be a szobaegységek, a közlekedő magok, és ehhez kapcsolódik a teakonyha is. Ez reményeink szerint egy igazi multifunkcionális tér lesz, ami teret adhat mind a tanulásnak, filmnézésnek, vagy olvasásnak, ugye a napszaktól és a diákok kedvétől függően. A távoli kultúrák nem nagyon szeretik a magyar konyhát, így az esti főzések igazi közösségteremtő programok. Ezért volt jó ötlet a szobai mini rezsók helyett szintenként egy nagy közös konyhát kialakítani. A
A diákok saját kertet a tetőn kaptak. A tetőről karnyújtásnyira van a Duna és a Budai hegyek. Közvetlen kapcsolattal rendelkeznek a harmadik emeleti Deakonyával és társalgóval, úgyhogy egy ideális helyszín az Erezdel a hajambuliknak. A szobákhoz vezető középfolyosók rendszerét és egy hangúságát próbáltuk a szobák előtt kialakult térbővületekkel oldani, illetve ugye a szoba egységek különböző színezést kaptak, amik a folyosó végén lévő ücsörgőkig futnak. A homlokzati anyagkezelésben a parkra jellemző tégla homlokzatburkolatoknak egy ilyen mai nyelvre való átvitelét alkalmaztuk. A rovált kolt és sima kerámia elemeknek a játéka adja igazából a homlokzati felületet, és ez minden napszakban a fényviszonyoknak a függvényében változik. A tömegek spicces megjelenését a részletképzéssel próbáltuk tovább erősíteni. Az ablak síkból a burkolati síkig kiemelt üvegburkolatokkal próbáltuk tovább élezni ezeket a sarkokat. Ezzel egyfajta feszültséget próbáltunk teremteni a tömszerűség és a lapszerűség között. A izgalmas feladatot vált ezzel az irodánk. Új kihívás volt beleélni magunkat újra a kollégiumi életben már tervező szemmel. Terveink nem valósultak meg maradéktalanul, de a végeredményt jó szívvel vállaljuk. Köszönjük. Köszönjük szépen.